Köszöntöm a kedves nézőket, önök az Oxigén Média gazdasági magazinját látják, amelyben a Nyugat-Dunántúli régió fejlődését és gazdasági szereplőit mutatjuk be. Nézzük is meg, miről lesz szó mai adásunkban. Zöld beruházás. 2000 darab napelemmel takarít meg energiát az egyik győri sütőipari üzem. Sávbővítés. Célegyenesben az M1-es autópálya 3x3 sávosra bővítése. És több mint fél évszázad, 55 éves a távhőszolgáltatás Győrben. Megmutatjuk, hogyan jut el a meleg a lakásokba. Ismét tette a zöld jövő érdekében az egyik győri elektronikai hulladékfeldolgozó cég, ahol nemrégiben hirdették meg, hogy minden 50. leadott hulladék után egy facsemetét vásárolnak. A fák egy részét a napokban ültették el Győr-Újbaráton. Sorakoznak a facsemeték Győr-Újbaráton az egyik lakóparknál. A Teplán Electronic Kft. Zöld akciójának köszönhetően több fával is gazdagodott és gazdagodik a település, ugyanis az elektronikai hulladékot feldolgozó cég minden 50. hulladékot leadó magánszemély után egy fát vásárol, amit itt ezen a területen ültetnek el. A cégnek nem ez az első zöld akciója, az elmúlt évek alatt több közös megmozdulást is szerveztek az önkormányzattal. Első körbe felszámoltuk a Győr-Újbaráti Tűzoltó Egyesülete meg az önkormányzata az illegális hulladéklerakást, abban mi a fém, illetve az elektronikai hulladék alkatrészeknek az elszállításába segítettünk, de mi ezzel előre is szeretnünk volna lépni, most már minden évben kétszer rendszeresen megrendezzük az elektronikai hulladékgyűjtést, aminek a bevételét a Tűzoltó Egyesület, illetve az önkormányzat kapja meg, és ezt saját cégre és fejlesztésekre fordítják. A legújabb kezdeményezésünk az egy társadalmi szerepvállás igazából, azt szeretnénk ezzel is hangsúlyozni, hogy akik vállalkozók, illetve nagyon tevékenyek, és szeretnének tenni valamit a környezetükért, illetve a helyi lakosokért, összefogásba tudnak tenni. Ez egy faültetési akció, ami létrejött a Győr-Újbaráti Önkormányzat, a Győr-Újbaráti Diszfaiskola és a Teplán Elektronik Kft.-nek a támogatása. A mostani faültetés során 5 darab csemete került a földbe az egyik helyi kertészettől. A fa választás során arra is figyeltek, hogy minél strapabíróbb növényeket ültessenek el. Igyekeztünk arra törekedni, hogy olyan fát hozzunk, ami ellenálló, betegségekkel szemben szárazságtűrő, mert azért ez egy közterület, be kell lássuk, azért nem sok idő lesz a gondozására, permetezés irreális. Ami a mai tapasztalatunk, idei tapasztalatunk, a juharok nagyon jól bírták ezt a nagy szárazságot, és ezért választottuk azt, hogy egy korai juhart, nagyon szép az őszi lombszíne, díszíteni fogja a környezetet is, és egy ellenálló szárazságtűrő növény. Jelenleg még teljesen kopár az a terület, ahová a fákat most elültették, azonban az önkormányzat tervei szerint egy szabadidőparkot hoznak majd itt létre. Ez egy ilyen központi helyen van ez a rész, ide egy ilyen sport szabadidőparkot tervezünk. Győr-Újbaráton nagyon sok futó van. Ez egy akkora terület, amit itt a beruházótól kaptunk, hogy itt ha körbe lehet egy futópályát csinálni, és ezzel már megkezdtük. Olyan megkeresett bennünket a telepa, hova tudna ültetni? Ide. Kezdjük el ide ültetni. Én mi ennek nagyon örültünk, nagyon szimpatikus volt az ötlet, és így el tudjuk fogadni, akkor ezt kezdjük építeni. A most elültetett juharfák körülbelül 3 év alatt nőnek majd akkorára, hogy hűs árnyékot nyújtsanak az itt élőknek, vagy a későbbiekben majd sportolóknak. 55 éves a távhőszolgáltatás Győrben, ennek apropóján vezették körbe a sajtó munkatársait a Rozgonyi utcai telephelyen, ahol kiderült az is, hogy milyen technológiákkal kezdték meg annó a hőszolgáltatást, de stábunk megtekinthette azt is, hogy most hogy jut el a közel 28 000 győri háztartásba a fűtés. Ezek a beépített mondjuk kapacitások bőségesen fedezni tudják hosszú távon a győri energiaellátást. Lacus Péter, a Győr-Szolt távhőszolgáltatási igazgatója mutatja be a sajtó képviselőinek, honnan látják el közel 28 000 győri háztartás fűtését. A Rozgonyi utcai telephelyen 55 éve zajlik a távhőszolgáltatás. A több mint fél évszázad alatt rengeteg kihívást kellett leküzdeniük a szakembereknek, az elmúlt években pedig az energiaválságra is megfelelő választ kellett adni. Erről már Prédl Antal, a Győr-Szolt vezérigazgatója beszélt. Az elmúlt időszakban voltak problémák, hiszen energiaválság is volt. Az ugye köztudott, hogy a hőszolgáltatás jelentős része az gázzal történik, a fűtés. És hát valóban egy már korábban is a cég előre próbált lépni azzal, hogy bevezette a geotermiát a gázfelhasználása mellett.
aminek a arányát tovább tudtuk növelni, illetve tovább tudták növelni a kollégák az elmúlt két évben, olyan szinten, hogy amit nekünk a geotermiás erőmű produkálni tud, mi annak a maximumát próbáljuk felhasználni, hogy minél kevesebb gázzal kelljen ezt a hőszolgáltatást végrehajtani. 55 évvel ezelőtt még leselejtezett mozdonykazánokkal és széntüzeléssel biztosították a távhőt, amit az évek alatt az olajtechnológia, majd pedig a földgáz és a geotermikus rendszer váltott fel, Győr folyamatos fejlődésével pedig egyre több lakásban kellett biztosítani a meleget, emiatt a hőközpont folyamatosan fejlődött és megújult. 2002-ben lehetőség nyílt erőműépítésre, ami aztán tényleg igazi gazdasági fellendülést hozhatott Győrnek is, és ennek a társaságnak is természetesen. Majd 2015-ben egy újabb mérföldkő, amikor a geotermikus hőhasznosítás lehetősége is megnyílt. Hát most már 45 megawattnyi kapacitás van geotermikus hőhasználásra. Ez rettentő sokat számít, mert ugye földgáz tüzelést vált ki. Megújuló energiaforrásról van szó, ami a mai klímavédelmi országos cél, meg európai klímavédelmi céloknak abszolút megfelel. Csak érdekességként mondom, hogy most az októberi hónapban 95%-ban geotermikus hőt használtunk föl. Tehát földgáz tüzelésünk nagyon jelképes, csak a reggeli hideg órákban volt 1-2 órányi, de azon kívül a teljes napi hőigényt már földhő felhasználással tudtuk fűteni. A környezetbarát, biztonságos és kényelmes távhőszolgáltatás titkaiba pénteken a győri lakosság és az iskolák diákjai is betekintést nyerhettek, ugyanis a Györgyszól idén is csatlakozott a távhőszolgáltatás napjához, amelyet a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége kezdeményezésére 2014 óta minden évben megrendeznek. Indulnak az előkészítési munkálatok, legkésőbb 2025. szeptember 1-én pedig tényleges bővítést is elkezdi a kivitelező az M1-es autópályán. Az M0-ás autóúttól Győr felé 80 kilométeren bővül 2x3 sávosra a sztráda 2029-re, ezen felül pedig oldalanként egy-egy intelligens leálló sáv is lesz, amelyet forgalmi helyzettől függően baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzések esetén nyitnak meg. Egy átlagos hétköznap az M1-es autópályán Győrnél. Jól látni most gördülékenyen halad a kocsisor, de elég, ha valami okfolytán megnövekedik a forgalom, vagy történik egy baleset, és azonnal ezt a képet láthatjuk. Káosz, dugó, kiszámíthatatlan menetidő, talán ez az a három szó, ami először eszébe jut az M1-es autópályán rendszeresen közlekedőknek. Naponta a strádát mintegy 50 ezer autó használja, Budapestnél és az agglomerációban ez a száma 80 ezer autót is elérheti. Mindez azt jelenti, hogy a pálya kihasználtsága már bőven meghaladja a 100%-ot. Régóta dédelgetett álom és a közbeszédben is szó volt róla, hogy a 2x2 sávos autópályát 3x3 sávosra bővítik majd. Most úgy néz ki, ez a fejlesztés is megvalósul, sőt az előkészítő munkák már meg is kezdődtek. Munkagépeket még nem látnak a közlekedők, vagy csak elvétve itt ott, akik próbacölöpözéseket végeznek. Valójában a pályának a bővítése és a munkagépek megjelenése a pályán az legkésőbb 25. szeptember 1-i lesz. De addig is vannak olyan feladatok, amelyeket már most el kell kezdenünk megcsinálni. Ilyen például a védett növényeknek az áttelepítése. Sokan nem is gondolnák, de az M1-es mellett a kerítésen belül és az útpálya és a kerítés közötti részen vannak védett, fokozottan védett növények, de ezeket törvényi kötelezettségünk, hogy botanikus segítségével áttelepítsük megfelelő helyekre. Ha jól emlékszem, akkor 6 különböző helyszínen 6 védett és egy fokozottan védett növényünk van. Ezeknek a növényeknek, növénytelepeknek az áttelepítése már zajlik. Ugyanígy zajlik a régészeti feltárásoknak a sora is. Nyilván ez is egy törvényi kötelezettség, ez is az előkészítésnek egy fontos eleme. Ami ezen kívül fontos még az az, hogy mivel az M1-esen, főleg a Budapesthez közeli részen kilométerenként majdnem 2 darab híd és felüljáró van, ezért a kibővített, kiszélesített pályának a futása az egy csomó a felüljárónak és aluljárónak az át, illetve újraépítését jelenti. Ezekhez a munkálatokhoz kapcsolódnak azok a próbacölöpözések, amelyeket már most elkezdünk. A fejlesztés során az M1-es Budapesttől Győrig tartó szakaszán mindkét irányba 3 forgalmi sávot építenek ki, valamint egy megnyitható teljes értékű leálló sávot, Győr és Hegyeshalom között pedig marad a 2x2 sáv, de itt is lesz pluszban egy teljes értékű nyitható üzemi sáv. Az M0 és a Concó pihenő közötti nagyjából 80 kilométeres szakaszon
kétszer-három sávossá bővítjük az M1-est, és oldalanként mind a két pálya kap egy teljes értékű úgynevezett ITS sávot. A teljes érték azt jelenti, hogy most egy üzemi leálló sáv az nagyjából 3 méter széles, de a normál forgalmi sáv 3,75. Ezek az úgynevezett ITS sávok a forgalom számára megnyithatóak lesznek a központból digitális táblával, akkor, hogyha a forgalmi helyzet, felújítás, dugó vagy baleset ezt igényli, és gyakorlatilag teljes értékű lesz, vagyis nem 3 méter széles, hanem 3,75. Nyilvánvalóan a fejlesztés majd komoly korlátozásokkal és sávelhúzásokkal jár majd, éppen ezért a szakember azt javasolja, hogy erre mindenki készüljön már most fel lélekben. Ugyanakkor a tervek szerint a felújítás során a két-két sáv biztosított lesz mindkét oldalon a közlekedésre. A teljes munka több ütemben várhatóan 2029-re fejeződik majd be. A pályán a gépek és a pályának a bővítése az legkésőbb 25. szeptember 1-jén elindul, és két fontos dátumot kell megjegyezni. Az egyik dátum az 2028. augusztus 31-e, addig kell végeznünk az M0 és a Bicske közötti nagyjából 24 kilométeres szakasszal, és Győrig pedig összesen, tehát a Conco pihenőhelyig még plusz egy évünk van, tehát ez a 80 kilométeres bővítés, ez legkésőbb teljes mértékben 2029. augusztus 31-ére kell, hogy elkészüljön. A kommunikációs igazgató beszélt arról is, hogy a következő 10 évben várható, hogy elkezdődik a Győr és Hegyeshalom közötti pályaszakasz bővítése is, de más autópályákon is nagy munkálatok lesznek. Most indul jövőre egy 10 éves fejlesztési időszakunk. Ez azt jelenti, hogy 3 pályán bővítjük a sávokat, ugyanígy 2 plusz 3 plusz ITS-re lesz bővítve az M7-es 2027-től az M0-tól Szabadbattyánig, és 2031-től 34-ig az M3-ason Gyöngyösig. És ezen kívül még építünk új pályákat is. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez egy komplex fejlesztés, és az M1-esnek is lesz majd egy másik fejlesztési időszak, ami Győrtől az ország határig tart majd a későbbi időszakban, ott pedig kétszer két sáv plusz ITS lesz. Tehát ott gyakorlatilag felújítjuk teljesen a pályát, és ott nem kétszer három plusz ITS sáv lesz oldalanként, hanem kétszer kettő plusz ITS, ott is központból megnyitható, digitális táblákkal vezérelhető üzemi leállósáv lesz, tehát hogy valójában a Győr és országhatár közötti rész is fejlesztésre kerül, de a mi állammal kötött szerződésünkben azért ez az első rész a fejlesztések sorában, az az M1-esnek az M0 Concópihenő közötti majdnem 80 kilométeres része, mert ez Magyarországon a legterheltebb, legforgalmasabb szakasz, muszáj ezzel kezdenünk. Szinte nincs olyan nap, hogy ne történne baleset az M1-es autópályán. A statisztikák szerint ez Magyarország legforgalmasabb és egyben legveszélyesebb strádája. 2023-ban Magyarország autópályáin összesen 500 baleset történt, ebből 136 itt az M1-es autópályán. Bízunk benne, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám és a dugók száma is drasztikusan lecsökken. 2000 darab napelemet telepítettek a nagymúltú győri sütőipari cég üzemének tetejére. A nagy teljesítményű napelem rendszernek köszönhetően a Ceres ZRT energia szükséglete 20%-kal is csökkenhet. A kivitelezés már befejeződött, jelenleg pedig a próbaüzem zajlik. Újabb lépés a fenntartatóság érdekében a nagymúltú győri sütőipari vállalatnál. A több mint 70 éves Ceres ZRT győri üzemének tetejére ugyanis hatalmas napelempark létesült az elmúlt hónapokban. A 880 kW névleges teljesítményű napelemrendszerrel jelentősen csökken az üzem energia szükséglete, ezáltal pedig a cég optimalizálni tudja a karbonlábnyomát. Számunkra ez azért volt rendkívül nagy célkitűzés, hogy a fenntarthatóságot és a társadalmi szerepvállalásunkat megerősítve egy olyan rendszert tudjunk építeni, ami a saját energiafelhasználásunknak közel 25%-át teszi ki, tehát ez a 2000 napelem a tetőre került elhelyezésre. A Ceres ZRT igazgatója híradónknak elmondta, hosszú előkészületi munkák után kezdődhetett meg a kivitelezés, amely mára-mára végéhez ért. Közel egy évig terveztük a rendszert, majd áprilisban kezdődtek meg a munkálatok, és jelenleg már próbaüzem alatt van, tehát már szép napsütéses időben termeli számunkra az energiát. A most elkészült napelemrendszert egyébként egy úgynevezett viszvatvédelemmel is ellátták a szakemberek, amelynek a lényege, hogy az eszközök csak is annyi energiát termelnek, amennyit az üzem az adott pillanatban fel is használ.
Kedves nézőink, Önök az Oxigén Média gazdasági magazinját látták. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk következő friss adásunkkal, várjuk akkor is Önöket. Addig is aktuális gazdasági híreinket megtalálják a győrihírek.hu oldalon, ahol magazinunk is visszanézhető. Én köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A gazdasági magazin támogatója az Alprosis Kft. A műsort támogatta a Revotec Kft.